A Szabadkán aláírt szerződések értelmében az Észak-Bácskai Város 35 konténert és több mint 17 ezer kék színű szemetes kukát kap az úgynevezett száraz szemét tárolására. Emellett a Szabadka felé gravitáló községek, amelyek egyben alapítói az itteni hulladéktároló és hulladékgazdálkodási Kft.-nek, hamarosan megkapják a még hiányzó mennyiségű és a vegyes szemét tárolására szolgáló zöld színű szemeteseket, de ugyanúgy, mint Szabadkára, oda is az év végig megérkeznek a kék színű kukák is. A tartományi környezetvédelmi titkár Nemanja Erceg elvárása szerint ezzel hatékonyabb lesz a Szabadkai Regionális Hulladéktároló és Hulladékgazdálkodási Kft. Munkája, és jelentősen növekszik az újrahasznosított szemét mennyisége is. Na taj način, jeden od 27... Ezzel elérjük azt, hogy a 27 régió közül egyet teljesen ellátunk és felszerelünk az EU szabványok szerint ebben a kérdésben. Már a jövő év elejétől erőfeszítéseket teszünk újabb regionális hulladékkezelő rendszerek kialakítására Vajdaság területén. A Szabadkai Regionális Hulladéktároló és Hulladékgazdálkodási Kft.-t a Szabadkai, a Topolyai, a Kisegyesi, az Entői, a Csókai, a Magyar Kanizsai és a Török Kanizsai községek alapították. Szabadka polgármestere Stelan Bakic bejelentette, hamarosan következhet az üzemhez vezető Békovai út teljes szakaszának felújítása és kiszélesítése. Bakic úgy fogalmazott, hogy a 450 millió dináros projekt Alexander Vučić szerb államfőnek köszönhetően valósul meg. Od grada do